ilyen technikai szünetet engedjetek meg nekünk, mert hogy a hangszert be kell állítani, meg a hangomat, hogy ti jól hallhassátok odakint. Rendben? Úgyhogy ha annak vége, akkor már is kezdem. Az nagyon sok, mert életben szajtózatni neki az, hogy lassan, és meg nem és nem kell gyorsan hozni a második fogást, hanem lassan kell hozni a második fogást. Egyébként nem tudom lassan, mert ötlet is, hogy a második fogást, hogy a második fogást megkezd valóban állam, tehát lehet, hogy sokkal jól hallottak?
voltatok odakint? Igen? Hát akkor ez nagyon klassz, mert ez azt jelenti, hogy akkor a technikus bácsik már meg is tudták varázsolni a hangszert, meg a hangomat, és akkor kezdetét veheti a móka és a kacagás. Jó, nekem jó. De az én nekem jön be. Ez nekem így most jó? Így jó. Na még egyet kipróbálunk gyorsan, egy dalt, hogy jól halljátok-e azokat a hangszereket is, amiket egy CD-re varázsolva hoztam el nektek, és akkor utána ígérem már, hogy elkezdjük a mulatozást. Istenéltessen sokáig, a füled nőjön a bokádig, legyen vidám az életed, ezt kívánjuk neked. Istenéltessen sokáig, a füled nőjön a bokádig, legyen vidám az életed, nekem csak ebben jön a hang. Egy kicsi a mai, és ez alapján nagyon szépenet hangosan, hogy tudom, hogy te jó. Olyan mindképpen az álmokhoz köszönjük. Mindkét kettőből a hangjait kihonat lejjön. Tudom, hogy neked lelkékkel kergető szél. Na hát akkor, ahogy ígértem, most már be is állítottunk mindent, és akkor el is kezdjük. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket, még egyszer. Engem Fruzsinak hívnak, és ki tudja, hogy miért jöttem el ma ide hozzátok. Na vajon kinek van ötlete? Azért, hogy táncoljak? Hogy énekeljek elsősorban, de táncolni is fogok. Na, hogy egy kicsit jobban én is megismerjelek titeket, tegye föl az a kezét, aki szeret énekelni. Hadd lássam, magassa. Ilyen kevesen? Ó, de jó. Ilyen kevesen csak? Na hát. Akkor most azt tegye föl a kezét, aki szeret táncolni. Jaj, de jó, hát itt már többen vannak. Akkor azt tegye föl a kezét most, aki szeret kiabálni. Szuper! És aki szeret tapsolni. Nagyon, hát jó van, azért vagyunk egy páran, ennek nagyon örülök. Gyerekek, azért azt megmondom nektek, hogy nyugodtan jöhettek ide elém ám, mert hogy én nagyon-nagyon szeretek közben veletek beszélgetni, meg nagyon szeretem ám, hogyha itt vagytok a közelemben, úgyhogy hátulról is bátran gyertek közelebb ide hozzám. Már nagyon örülök azoknak a kisgyerekeknek, akik itt vannak. Szia! És csak majdnem ugyanolyan a szerkónk. Hát ez nagyon jó. Na de közben is jöhettek. Na de akkor elkezdjük, ahogy ígértem, most már a sokat gyere mondom, tudom, de most tényleg elkezdjük. Képzeljétek el, tegnap éjjel egy nagyon, de nagyon különös álmot láttam. Tegye föl a kezét, aki szokott álmodni. És mikor szoktunk álmodni? Éjszaka bizonyám, lefekszünk, behunjuk a szemünket, és elrepülünk álomföldre. Na hát, elmesélem nektek a tegnap éjszaka álmodott álmomat. Nagyon füleljetek, figyeljetek, és aztán majd ti megmondjátok, hogy szerintetek jó álom volt, vagy rossz. Ezt hallgattam lefekvés előtt. Uha! Na már is meg fognak érkezni. Nem tudom, hogy miért késhetnek ezek a hangszerek. De hát, hogy azt szeretnék, hogy ne énekeljek. Á, az biztosan nem szeretnék. Na és akkor még azt mondjátok el nekem, amíg tényleg ide érnek ezek a hangszerek. Mondjad! Hát képzeld el, hogy énekes vagyok, bizonyám. És emellett óvónéni is vagyok, képzeld el. Úgyhogy van nekem egy csoportom, és minden reggelben megyek a gyerekekhez, és énekelünk, mondókázunk, meséket mondok, meg ilyesmiket csinálunk, ilyen csodaklassz dolgokat. Na szóval azt mondjátok még meg, hogy inkább jókat vagy rosszakat szoktatok álmodni. Tegye fel a kezét, aki inkább jókat szokott álmodni.
Hú, sokan vannak. És aki inkább rosszakat? Olyan is van? Na hát. Mind a kettőt szoktad álmodni? Komolyan? Na hát, figyeljetek rám. Most akkor arra gondoltam, mert így jeleztek nekem a technikus bácsi, hogy lehet, hogy most ezek a hangszerek egy kicsit késni fognak, mert varázsolni kell velük, hogy akkor elővegyem addig a gitáromat? Jó, akkor melegítsük be együtt a hangunkat szerintem. Mert hogy azt mondtátok jó sokan, hogy szerettek énekelni. Na, ismeritek-e azt a dalt, hogy... Én elmentem a vásárba fél pénzzel. Na, képzétek el, itt már előlénekli. Na, tegye fel a kezét az, aki így ismeri? Ilyen sokan. Na hát akkor, aki ismeri, az jó hangosan énekelheti, jó? Na figyelj, elkezdjük még egyszer, és szerintem vegyünk először, valami ott történt, mi is megtartjuk. Szóval, vegyünk először tyúkot, jó? Na figyelj. Én elmentem a vásárba fél pénzzel, tyúkot vettem a vásárba fél pénzzel, tyúkom mondja a kitrágot, kári kittyom, édes tyúkom, mégis van egy fél pénzem. Na most mit vegyünk? Mondjad! Egy kakas, hogyha már tyúkon, legyen kakas is. Na figyelj! Én elmentem a vásárba fél pénzzel, kakast vettem a vásárba fél pénzzel. Kakas mondja, kukurikú, tyúkom mondja, kitrágot, kári kittyom, édes tyúkom, mégis van egy fél pénzem. Na és akkor most milyen állatot vegyünk? Vegyünk cicát, na figyelj! Én elmentem a vásárba fél pénzzel, cicát vettem a vásárba fél pénzzel. Cicám mondja, miau, kakas mondja, kukurikú, tyúkom mondja, kitrágot, kári kittyom, édes tyúkom, mégis van egy fél pénzem. Akkor egy utolsó állatot, lovacskát. Jó, na lovat teszünk, figyelj! Én elmentem a vásárba fél pénzzel, lovat vettem a vásárba fél pénzzel, lovam mondja nyi-ha-ha, cicám mondja miau, kakas mondja kukurikú, tyúkom mondja kitrágot, elfogyott a fél pénzem. Na ez volt a bemelegítés, jó? Mert hogy most akkor visszatérünk arra, amiről az előbb beszéltünk, az álmomhoz, amit most elmesélek nektek, s jól füleljetek, és majd ti megmondjátok, hogy szerintetek jó álom volt, vagy rossz. Na fülej! Hűha, na hát. Nem tudom, valami történhetett ezeket. Féltem, nagy hirtelen, nagy fénnyel leszállt az angyal, eljött értem. Megfogta a kezemet, én becsuktam a szememet, úgy másztunk ki az ablakon. A pizsamámban, ahogy voltam, kinn a tetőn ácsorogtam, vártam, mi lesz a folytatás. A szárnyára ültem, felrepültünk, repülés közben énekeltünk.
megérkeztünk egy másik világba, bárányfelhők országába. Láttunk sok-sok színes békát, békatáncok eltáncolták gallábat. A jobb után a nagy is ott volt, felhőből volt, felhőcsókot, reám csókot, réptest sütött, meggyesett. Táncikáltunk körbe-körbe, barátom lett egy görbe-törpe. Furuljáztunk kánonban, autót vezettem a városban. Fagyit nyaltam, búvárkodtam, felhőtóban vitoláztam, felhőfolyóban úsztam én. Fáramáztam, bukfenceztem, párnák között emberektem, láttam katicát, fegyesek. De figyelj csak, mi történt ezután? Napocska elkezdett feljönni az életet. És hirtelen reggel lett, anya bejött és ébresztett. Én felkelek, ígérem, de most az álmom el kell mesélnem. Felhő országban jártam, és képzeld, anya, annyi csuda dolgot láttam. Ilyen napot áttáncoltam, szalmabálán ukrántoztam, ruhámat a vízbe dobtam, mesztelenül futkároztam, futrinkával fogócskáztam, csillagokkal dobálóztam, szivárványon kézen álltam, jó hangosan kiabáltam. Forogtam és elszédültem, puha fűbe hátat öltem, lámát láttam, szedret szedtem, boccát ettem, kecskét fejtem. Jaj, anya, mondtam neki, holnap ugye eljössz velem te is. Jó álom volt, vagy rossz? Nagyon jó álom volt, bizonyám olyan jó álom volt, hogy azt kívántam, bárcsak tovább álmodhatnám még sokáig. Tehát azt elfelejtettem nektek mondani, hogy találkoztam én még az álmomban pingvinekkel is. Na ki tudja, honnan ismertem meg őket? Hogy néznek ki, milyen színűek? Fehérek és feketék. És ki tudja megmutatni, hogy hogy járnak a pingvinek? Na mutassátok! Így bizony, így totyognak a pingvinek. Na hát, aki szeretne eljárni egy csudaklassz táncot, az jöjjön ide közelebb, mert hogy képzeljétek el, azt mondták nekem ezek a pingvinek, hogy Fruzsi, tanítunk mi most neked egy táncot, és bármerre jársz a világban és gyerekekkel találkozol, tanítsd meg nekik, és egy szempillantás alatt pingvinekké fogtok változni. Sőt, akinek van kedve, az ide feljöhet hozzám a színpadra is, jó? És akkor együtt fogunk táncolni itt. Ide erre az oldalra, gyertek bátran, ott elő nyugodtan felmászhattok, gyere segítek. Nem is kell, olyan ügyes vagy. Na gyertek ide erre az oldalra állunk, jó? Jó, de örülök nektek, milyen sok kisgyerek jön, hát ez nagyon klassz. Na gyertek, gyertek, még arra az oldalra is lehet állni ám. Be tudtok jönni, vagy segítsek? Gyere, segítek, segítsek? Gyere, jössz? Gyere, jó nagyot lépjél. Ó, de ügyes vagy. Na hát akkor, ha már ilyen szép számmal összegyűltünk, szia! Itt van köztünk egy hercegnő, varázsló, csoda királylány is. Na! Akkor, ha felkészültetek, akkor ide állok előre, és mutatom a táncot, jó? Amit aztán utánozhattok, jó? Csináljátok utánam. Szóval úgy szól a dal, és hozzá a tánc, hogy dülöngélve totyogjál, körbe, körbe forogjál. Hadd lássam. Nagyon szép. Szárnyat csapkod, a lábad rázd. Ilyen egyszerű. Ez a pingvin tánc. És így tapsolunk hármat a végén. Na figyelj, megpróbáljuk még egyszer. Dülöngélve totyogjál, körbe, körbe forogjál. Szárnyat csapkod, a lábad rázd. Ilyen egyszerű, ez a pingvin tánc. És az a legügyesebb, aki kiabálja is a végén, hogy a pingvin tánc. Jó? Na figyelj, akkor jöjjön a dal. És amikor mondom, akkor meg táncolunk.
Na figyelj! Fehér a has, fekete a hát, a hóban látnák a lábunk nyomát. Ha épp a déli sarkon járnánk, ahol nagyon hideg van, bálákkal úszhatnánk, cipő nélkül ballagnánk. Ha épp a déli sarkon járnánk, figyelj, jön a tánc! Ne! Ha pingvin táncot táncolunk, mi is pingvinné válhatunk. A jégen hason csúszhatunk, a vízből halakat falhatunk. De most ülöngél a totyogjál, körbe-körbe forogjál, szárnyat csapkodd a lábad rázd. Ilyen egyszerű ez a pingvin tánc! A hóban alhatnánk, hideg lenne, de mi nem fáznánk. Épp a déli sarkon járnánk, bálákkal úszhatnánk, cipő nélkül ballagnánk. Épp a déli sarkon járnánk, figyelj, jön a tánc! Mert ha pingvin táncot táncolunk, mi is pingvinné válhatunk. A jégen hason csúszhatunk, a vízből halakat falhatunk. De most ülöngélve totyogjál, körbe-körbe forogjál, szárnyat csapkodd a lábad rázd. Ilyen egyszerű ez a pingvin tánc. Tánc, tánc, hogy tűnik titok találsz, mert őrülsz, amikor pingvin látsz. Megleshetem majd én is azt, mennyire hideg a déli sark. Nézd, nézd, ahogyan változom át, megcsodálja az egész család. Mert csapkodok, mert táncolok, mert fekete fehéren pislogok. Na, hadd lássam! Vízből halakat falhatunk, de most ülök élve totyogjál, körbe-körbe forogjál, szárnyat csapkodd a lábad rázd. Ilyen egyszerű ez a pingvinánc! Na hát egy nagy tapsot szeretnék kérni, meghajolhattok kis pingvinek. Na de ne menjetek még el, mert jó is, hogy itt vagytok, mert képzeljétek el, az álmomban volt még egy cirkusz is, egy olyan cirkusz, amit elvarázsolt a gonosz boszorkány. De tudok egy varázsigét, amivel vissza tudjuk változtatni. Úgyhogy ahhoz mindenkire szükségem van, nyugodtan hátul is lehet mondani a varázsigét, most megtanuljuk. Úgy szól a varázsige, hogy álljunk jó nagy terpezbe, két kezünket tölcsérbe, kiabáljuk egyszerre, heppere-deppe, heppendre. Ez a varázsige. Heppere, deppe, heppendre. Jó? Na figyelj, még egyszer megpróbáljuk. Álljunk jó nagy terpezbe, két kezünket tölcsérbe, kiabáljuk egyszerre, heppere, deppe, heppendre. Nagyon klassz. Akkor egy utolsó próbát csinálunk, de most már jó hangosan kellene mondani, hogy még itt hátul is hallják. Na figyelj! Álljunk jó nagy terpezbe, két kezünket tölcsérbe, kiabáljuk egyszerre, heppere, deppe, heppendre! Na hát akkor elmesélem nektek, hogy mi is történt ebben a cirkuszban, és majd amikor szólok, akkor mondjuk a varázsigét. Na de addig elmondhatjátok nekem, hogy mi kikkel találkozhatunk a cirkuszban, kik vannak a cirkuszban. Bohócok, hát még? Mondjad? Karmesterrel, így bizonyám a zenekar, ő irányítja. Hát még kikkel találkozunk a cirkuszban? Mondjátok! Boronmesterrel, oroszlánnal, mondjad, elefánttal, bizonyám. Na hát ebben a cirkuszban. Puputevével. Na figyelj csak, mi volt ebben a cirkuszban! Gyere föl, nyugodtan! Áll a bál a cirkuszban, mert kint már tömött sorokban jegyet vált a tisztelt közönség. Na de a boronmester elveszett, a vidám pohóc morcos lett, a
kötéltáncos két bal lába kelt. A jósnő fejét csóválja, ha ez így megy tovább, nincs előadás. Bűvész Bálint pátyája összetört az ágyában, mert ráfeküdt a lusta oroszlán. Jaj! A kardnyelő meg kard helyett izgalmában karót nyelt, a zsonglőr pedig lyukas Markó lett. A jósnő fejét csóválja, na ha ez így megy tovább, nincs előadás. Bizony, ez az egész tiszta őrület. Jaj, 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 a cirkusz népen megveszett. Csak a varázslat segíthet majd, ha minden gyerek velem tart. Na hát akkor gyerekek, nyugodtan, akik lent vagytok, lent ültök, ti is segíthettek, ha van kedvetek, mert most jön a varázsiga, tudjátok, amit elmondtuk, a terpesz. Na figyelj! Álljunk jó nagy terpeszbe, két kezünket töltsérbe, kiabáljuk egyszerre, heppere deppe, heppendre, még egyszer álljunk jó nagy terpeszbe, két kezünket töltsérbe, kiabáljuk egyszerre, heppere deppe, heppendre. És lásd csodát, a porondmester megkerült, a bohóc felvidult, a bűvész pálcája összefort, a karnyelő pedig összeszedte minden bátorságát. A nézőtér már dugik van, nők felvonulnak sorjában, a tapsviharban fülig ér a száj. A jósnő lábát próbálja, na jól van, akkor lesz előadás. A téboly kötté vált, a varázslatunk jól bevált. Hát emlékezz majd, heppere-deppe, heppendre! Na hát meghajol! Amikor egyszer engem a gonosz boszorkány békává változtatott. Szerintem, inkább ne üljetek le, hogyha nem vagytok már kicsit vizes a fű. Szóval képzeljétek el, békává változtatott. Én meg csak sírtam. És elmesélem nektek, hogy hogy is történt ez valójában. Gyertek, segítek, jó? Hopp! Egy napon a boszorkány a békás átkot szólta rám, ami így szólt addig, amíg meg nem csókol a kiválasztott szép király, mi addig fogok a tóban ülni és sírva fogok egy nekiaj. Addig leszek zöld színű, míg ide ér a szép szemű, és pattanok a fehér lóra fel, s az átkom elszelel. Jaj! Teltek múltak a nappalok, az erdő bőszen hallgatott. Nem jött erre senki más, csak Tóbiás a félnótás. De én tudtam addig, amíg meg nem csókol a kiválasztott szép király, mi addig fogok a tóban ülni és sírva bregegni. Addig leszek zöld színű, míg ide ér a szép szemű, és pattanunk a fehér lóra fel, s az átkom elszelel. Na figyelj csak! Majd egy nap erre tévedt, bedobtam a csábos éned, áfonya ízű csókot lehet rám ide az arcomra. A külsőn visszanyeltem, több legyet le nem nyeltem, hát így szólt az én mesém. Emlékszem még, hogy sírtam én, elvarázsolt békaként. Na és akkor most készítsük elő mindkét tenyerünket, hadd lássam! Hadd lássam hátul is, és összeütjük, figyelj! Jó hangosan!
jobban szól a dal. Addig, amíg meg nem csókolt a kiválasztott szép királyi, addig kellett dóban úszkom és sírva bregni. Addig voltam zöld színű, míg ide írt a szép szemű, és pattantunk a fehér lóra fel, s az átkó messze lett. S hát képzeljétek, a végén így lett happy end. Velem, és hogy ilyen ügyesen táncoltatok, és hogy segítettetek visszavarázsolni ezt a cirkuszt. Én mindenkinek csodaszép napot kívánok mára. Nagyon izgalmas programok vannak, úgyhogy érezzétek jól magatokat. És ha az eső elkezden esni, akkor hangosan kell énekelni a süsfel napot. Ez egy bevált recept. Sziasztok! Ja, még nem megyek el. Várjátok egy pillanatot. Azért, hogy merre láthatnak itt téged, mert mindjárt elmagyarázom, hogy mit jelent az a bizonyos kanapés rész, mit jelent nálunk a konyha, mitől családbarát a családbarát, ha lépsz tovább, akkor merre? Én éppen most Kispesten fogok fellépni még a mai napon, aztán a szeptembert egy kicsit pihenősebbre hagyjuk, úgy döntöttünk, mivel én most kezdtem el teljes állásban dolgozni egy óvodában, úgyhogy még szeretnék a gyerekekkel jobban megismerkedni és teljesen ott lenni. Úgyhogy legközelebb pedig októberben, akkor fogok a Puskin moziban, valamint Veszprémben, meg még az országban. Igen, mászkálok így az országban, valamint egy országhatáron kívül is. Jó. Rendben, mondom, az a sárga irigység ezt meg az utazásaid miatt. És akkor, ha már ígértél programot, köszönjük szépen még egyszer, Fuzsi. Én is nagyon köszönöm, akkor és nagyon ügyesek voltatok. Sziasztok! Gondolom, nem kell elmondani itt a családbarátban, minden a család körül forog, tehát van nálunk...